Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Közgyűlés. Nehéz helyzetbe kerülhet a Tarka ST Szekszárd. Átadók. Köz- és kerékpárutak újultak meg Tolna vármegyében. Évzáró fogadás. Átadták az év vállalkozója díjat. Kaposmenti társulási ülés. Évvégi zárás. Az Éjjel-Szekszárd frakció a város közgyűlésén megszavazta azt az előterjesztést, amely a Tarka ST Szekszárd kosárlabda csapatot az éves teremhasználati díj befizetésére kötelezi. A döntés nehéz helyzetbe hozhatja az Európa kupában szereplő csapatot. Korábban döntés született arról, hogy Szekszárd város a 2023 évi terembérleti díjat természetbeli juttatásként biztosítja a Tarka ST Szekszárd kosárlabda csapata számára. Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság új előterjesztése azt indítványozza, hogy a sportcsarnok ügyvezetője intézkedjen az írásbeli megállapodással nem rendelkező használók birtokjogának megszüntetéséről január 15-ig. Máté Péter, a Fidesz-KDNP frakció vezetője a javaslatot botrányosnak nevezte, szerint ennek célja az, hogy a KSC működését ellehetetlenítsék. Ez az előterjesztés, ami most a közgyűlés elé került, ez pontosan arról szólt, hogy ezt a díjat ki kell fizetnie, amennyiben nem közbeződést nem fizeti ki, akkor 15 napon belül, azt mondom, hogy január 15-e a dátum, akkor a ügyvezetőnek, sportközpont ügyvezetőjének be kell zárnia az ajtót a KSC előtt. Ezt nem tudtuk megszavazni, és nem is értek vele egyet. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy Mudvai Árpád, az Oktatási Bizottság elnöke, Oktatási Sportiság Bizottság elnöke gyakorlatilag üldözi a KSC-t, rendben személyes bosszú, amit nem tudom máshol tenni. A frakcióvezető elmondta, amennyiben a kosárlabda csapat nem köti meg a szerződést a sportközponttal, abban az esetben a határozat az ügyvezetőt arra kötelezi, hogy megtagadja az egyesület felnőtt csapata számára a sportközpont használatát. Murvai Árpád, a Közgyűlés, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke elmondása szerint nem üldözik és nem akarják kirakni a szekszárdi csapatot, csupán jogszerű eljárás kezdeményeztek. Megújult több köz- és kerékpárút szakasz Tolna vármegyében. A projektcsomag a terület és településfejlesztési operatív program keretein belül valósult meg Európai Uniós forrásból. A beruházás összesen 6 elemet tartalmaz. Felújított közút és kerékpárút szakaszokat adtak át Tolna vármegyében. Az útfelújítások tartalmazzák a burkolat megerősítését és szőnyegezését, továbbá a patkák, vízelvezetők és növények gondozását is. Az első projektelem a északon a 6-os és 56-os csomópontnál a kemping előtti direktágnak az újra aszfaltozása, a Szekszárd-Őcsény összekötő út Mátyás Király utcától a Húsipari így tartó szakasznak az újraaszfaltozása, illetve a Tejipartól az M6-osig tartó szakasz újraaszfaltozása, illetve az útfelújításoknál a Kesejüsi út az M6-ostól teljesen 1,7 km hosszan a Gemenci erdőig történő útnak a felújítása. Bece Szabolcs Ferenc hozzátette, új nyomvonalon elkészült a Tejipartól az M6-os autópályáig tartó kerékpárút szakasz, illetve a Kesejüsi út melletti kerékpárút is, összesen 8,8 km hosszúságban. Az igazgató kiemelte, a kulturált, balesetmentes közlekedés minden szinten fontos, ezért voltak szükségszerűek a felújítások. A Szekszárdnak nagy problémája volt a kiránduló közönség kerékpárosok számára, hogy olyan úton kellett biciklizni, ahol nagy gáljárművek, nagy teherjárművek, illetve rossz burkolaton mentek, és ennek én azt gondolom, hogy nagyon időszerű volt, de régóta időszerű volt, hogy a Kesési út mellett egy önálló kerékpárút épüljön meg, ahol mind a gyalogosok, a sportolni vágyok, vagy a szabadidőt eltöltő kerékpárosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, a Kesejüsi út felújítása időszerű volt. Hozzátette, a kerékpárutak egyben egy nagyobb, komolyabb projekt részét is képezik. Gyakorlatilag a Tarcsai utcával összekötve elhaladnánk a vasútállomás előtt, ki a meglévő kerékpárútra csatlakoznánk a Palánki körforgalomnál,
és készül a Tolnáról Szekszárdra érkező kerékpárút, és azt tudjuk, hogy Tolna Domborival már össze van kötve, akkor lenne itt egy nagy kör ennek a kerékpárútnak az igénybe vagy használatba vételével, akkor itt el lehetne jutni Tolnára, és akkor ki a Nagy Dunára, és a Nagy Dunáról pedig ide vissza. A projekt csomag összköltsége 4 milliárd 30 millió forint. December elejéig meghaladta a 250 ezret a legfeljebb 50 kW-os kiserőművek száma Magyarországon. Csak idén többet telepítettek belülük, mint amennyit 2020-ig összesen, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium Facebook bejegyzésében. Az évtized elejéhez képest négyszer több napelemes rendszer üzemel a hazai háztetőkön. A korábbi várakozás 2030-ra valószínűsítette a 200 ezres szint elérését, hívta fel a figyelmet a tárca. Az Energiaügyi Minisztérium jelezte, 2022 rekordév volt e téren Magyarországon, tavaly múlta felül először az első gigawattot az éves gyarapodás. Idén garantált az újabb csúcsdöntés, mert a 11 hónap alatt tapasztalt növekedés már több mint másfélszerese a múlt évinek, írták. Bonyhád város önkormányzata 8. alkalommal adta át a Péter Majakab díjat az év vállalkozójának. Az éves kereskedelmi tevékenysége, a helyi foglalkoztatásban vállalt szerepe, továbbá a társadalmi szerepvállalása elismeréseként a Milfood Kft. Tulajdonosa dr. Beréti Zsolt vehette át a díjat. A helyi vállalatokkal, vállalkozókkal, valamint a város intézményeinek vezetőségeivel találkozott polgármesteri fogadás keretében Filóné Ferenc Ibolya. Az évente megrendezett eseményen beszámolt az esztendőben elvégzett tevékenységekről, valamint a 2024-es terveit felvázolta egy prezentáció kíséretében. Nem csak a díjátadásra kerül sor, hanem ilyenkor összefoglalom az adott év legfontosabb eseményeit a számok tükrében, hogy mi volt a legfontosabb az önkormányzat életében, egyfajta tájékoztatást, egy összefoglaló kerül információként átadásra a jelenlévőkre. Természetesen mindig gondolunk az intézményvezetőkre, a hivatal vezetőire, jegyzőre, ajegyzőre, a képviselőtestület valamennyi tagjára, úgyhogy együtt töltjük ezt a mai estét. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője fontosnak tartja a település gazdasági és politikai szereplőinek kapcsolatát. Gratulálok polgármesterasszonynak, az önkormányzatnak, minden vállalkozónak, azoknak az embereknek, nem csak vállalkozóknak, akiknek köszönhetően a városunk tovább fejlődött. Természetesen a díjazottnak pedig külön gratulálok. Dél-Dunántúl meghatározó nagykereskedelmek 2008 óta van jelen az élelmiszerpiacon. Folyamatos termékkínálatot biztosít a kiskereskedelmi láncokhoz tartozó boltoknak, vendéglátói egységeknek. Több éves sikeres kereskedelmi tevékenységének és közéleti szerepvállalásának köszönhetően kapta meg a kitüntetést. A legfontosabb mindig az, amit helyben ismerik el a helyi teljesítményt, ugye szoktam mondani, vagy ismerik a mondást, hogy senki nem proféta a saját hazájában. Ettől nem leszünk azok természetesen, de amikor a helyi vezetők, helyi önkormányzat, helyi szereplők is látják azt, hogy valamit csinálunk, és azt el is ismerik, az nyilván rendkívül jó érzés, és egy jó visszaigazolás arra, hogy esetleg jó irányba megyünk. Az Együtt Egymásért Alapítvány alázatos munkájának tisztelete jeléül ajánlotta fel a díj mellé járó jutalmat. A Tolnamözsi Futszál Sport Egyesület férfi együttese 7-3 arányban győzte le az Asterix SC Érd második csapatát a Futszál MB3-as bajnokság délnyugati csoportjának 7. fordulójában. A tolnaiak a vezetést Paksi Dániel találatával szerezték meg, a félidőre 5-1-es előnnyel fordultak. A vendég érdiek többször vészkapust is alkalmaztak, azonban nem tudták lefaragni hátrányukat. Ákics Péter gárdája így 7 meccsből 7-et nyerve pontvesztés nélkül, plusz 26-os gól különbséggel lett az őszi pontvadászat bajnoka. Díjazták a Szekszárdi UFC 2023-2024-es bajnokság őszi idényének legjobbjait. A labdarúgók egy-egy serleget vettek át Teszler Vendel utánpótlás szakágvezetőtől és Péter Antaltól, az MB3-as csapat támadójától. Összesen 17 fiatalt jutalmaztak. Kaposmenti évzáró ülést tartottak a Kapospulai Művelődési Házban. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Szó esett a jövőbeni tervekről és pályázati lehetőségekről, melyeket Naszvadi Balázs területi és vidékfejlesztési osztályvezető ismertetett. Pintér Szilárd értékelte, majd megköszönte mindenki munkáját.
sikeresével zártak. Alapvetően két nap rendőpontunk volt, a 24 évi belsőnyősi tervet és a munkatervőket fogadtuk el. Ilyenkor egy picikét rendhagyó módon tartjuk az ülés, mindegy látszik is a háttérben. Mindig más házigazda van, és gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy zárjuk az évet egy közös szolid vacsorával. Nyilván miután vidéken élünk és vidékiek vagyunk, természetesen a disznótorosnak van itt az ideje, úgyhogy Stemle József házigazdánknak köszönjük szépen a lehetőséget, és remélem, hogy mindenki jó szájízzel fog távozni a mai ülésre. Pályázatokról is szó esett, hisz a vidékfejlesztésnek nagy jelentőséget kell tanúsítani a jövőben is. Én nagyon szívesen jöttem a Kaposmenti Társulásnak az ülésére. Egy rövid tájékoztatást tartottam arról, hogy milyen pályázati döntéseket várunk a jövő év első negyedévében, ami a járás településeit érinti, illetve röviden tájékoztattam az érintett önkormányzatvezetőket, hogy jelenleg milyen pályázatok futnak, és jövő év elején ígértem egy olyan szakmai támogatást, amiben megpróbálunk a térség önkormányzatai számára egy olyan szakmai tartalmat előállítani, amivel képesek lesznek ugye újabb forrásokat, pályázati támogatásokat elhozni. Karácsonyi csomaggal kedveskedtek a jelenlévőknek. A közös vacsora is jó hangulatban zajlott, az év eredményesen zárult. 15 új autóbusz korszerűsíti az állományt a Volánbusz Tolna vármegyei flottájában. A járművek októberben és novemberben álltak forgalomba a térségben. Az érintett vonalakon a társaság évente csaknem 5,9 millió utazásról gondoskodik, az új mikrobiológiai védelemmel is ellátott buszok közel másfél évvel csökkentik a flotta átlagéletkorát, tájékoztatott a szervezet sajtóközleményében. Teljes terjedelmében égett egy személyautó csütörtök este Szedresen a Hunyadi utcai sportpálya melletti parkolóban. A lángok egy közeli épületet is veszélyeztettek. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett tüzet. Mackóvilág címmel nyílt kiállítás a Nagymányoki Közművelődési Központban. A múltat megidéző kismedvék különböző hírességeket, meséket, valamint egyéniségeket illusztrálnak. Verseci Edit mackókészítőnek vallja magát, fontos számára az egyéniség megjelenítése. Hagyományos, régi technikákkal dolgozik, a mackóikat kézzel varja, szalmával, forgáccsal tölti meg. A kezdetekről, élményeiről számolt be stábunknak. Felfedeztem a Győrben minden évben megrendezett mackó és baba kiállítást, és nem volt sok önbizalmam azzal, hogy most én benevezzek egy ilyen kiállítás és versenyre, de a kolléganőim és barátaim nagyon bíztattak, hogy próbáld meg, és ott a kiállítás és a verseny úgy történik, hogy minden évben meghirdetnek egy adott témát. Például az egyik évben az volt, hogy színház az egész világ. És akkor így eszembe jutott ugye gyerekkorból a film Lilionfi, és akkor így megalkottam Lilionfit és Mariskát, mint medvéket. Mackóival már több országos versenyen vett részt, számos díjat és elismerést kapott. Aranyérmes lett a Győri Baba és Mackó kiállításon. A téli álomra készülő mackópárral ért el első helyezést. Pedagógusként örömmel tölti el a gyerekek szívmelengető visszajelzései. Az iskolában szoktam mesélni a mackóimról, vagy megmutatni képeket, vagy be is viszem az iskolába őket. És például most a kiállításon látható egy kis matróz, egy mackó, és a dekorációt hozzá a harmadik osztályos tanulóktól kaptam, egy gyönyörű hajó, és nagyon büszkék, hogy most az ő hajójuk az osztályteremből ide került az én egyik mackómmal. A kiállítás január közepéig tekinthető meg. Regionális híreink következnek. Újra pályára kell állítani a pécsi stadion ügyét. Esélyt lát a beruházásra a baranyai képviselő. Beiglit karácsonyra. Egyszerű recept a karácsonyi finomsághoz. Modern oktatás, digitális fejlesztés. Siklóson kaptak notebookokat a diákok. Újra pályára kell állítani a pécsi stadion ügyét. Erre most megnyílik a lehetőség, tudtuk meg a baranyai országgyűlési képviselőtől. Argitai János elmondta, azon dolgozik ő is, hogy bekerüljön a fejlesztés a megvalósítandó állami beruházások körébe, ezzel pedig meg lenne az a jogi háttér, ami alapot adhat az új pécsi stadion építésére.
Újra előtérbe kerülhet a PMFC stadion építése. A megvalósítás felé vezető úton most lehet megtenni az első lépéseket. Erre lát lehetőséget a baranyai képviselő. A beruházás korábban már tervben volt, de lekerült a megvalósítási listáról 2021-ben. Volt egy kormánydöntés, 24 milliárd forintja volt a városnak ahhoz, hogy létrehozza ezt a stadiont. Ezzel semmilyen módon nem értek, egy forint lehívása meg nem történt ezen a költségvetési helyen, és akkor, amikor ezek a Covid-válságos időszakok jöttek, akkor az ilyen alvó projekteket, ahol nem mozog semmi, azt az állam akkor, a pénzügyminisztérium akkor megszüntette. Mondta a politikus stábunknak december elején. Hargitay János szerint új lehetőség nyílhat a beruházás előtt. Lázár János a kormány elé, a parlament elé hozott egy törvénytervezetet, ami teljesen újra szabályozza az állami beruházások rendszerét. Ez a törvény pályára állítja azt is, hogy átlátható módon, mindenki számára átlátható módon valósuljanak meg az állami beruházások. Ezért ez a törvénytervezet előírja azt, hogy létre kell hozni egy kormányrendeletet, és ez a kormányrendelete minden egyes ágazatban, minden egyes tárcánál, minden egyes miniszternél megmondja, hogy az elkövetkezendő időszakban az adott ágazat milyen állami beruházásokat akar létrehozni. Most jött el az ideje, hogy a képviselők is tegyenek a megvalósítás érdekében. Nekünk képviselőknek most az a feladatunk, én azt magam küldetésnek tekintem, hogy a PMSC stadion ügyét az adott ágazat elővegye, ez ugye a belügyminisztérium, mert a sport a belügyminisztériumhoz tartozik, tehát ez az ágazat akarja ezt a stadiont létrehozni, és kerüljön bele abba a kormányrendeletbe, amiben a kormány összefoglalóan felmutatja országnak, világnak, hogy na, majd ezeket a beruházásokat hozzuk létre az elkövetkezendő időszakban. Most azon dolgozunk, hogy azok a dokumentumok, amik kellenek ilyenkor a kormány elé, azok a kormány elé kerüljenek. Mondom, hogy ebbe a kormányrendeletbe bekerüljünk, mert ha benn vagyunk, akkor a jogi feltételei előálltak újra. A következő fél évben áll össze az a kormányrendelet, ami megszabja a következő időszak állami beruházásait, tudtuk meg a képviselőtől. Első lépésként a legfontosabb, hogy ebben a jogszabályban nevesítve legyen a pécsi stadion is, utána pedig a költségvetési lehetőségektől függ, hogy mikor és mekkora forrás juthat erre a fejlesztésre. A karácsonyi mákos és diós beigli elmaradhatatlan keléke az ünnepi terítéknek. Sok háziasszony azonban mégsem meri elkészíteni a finomságot. Orbán Ágnes egyszerű és elronthatatlan receptjével azonban mindenki bátran vállalkozhat rá. A dió töltelékkel kezdeném, azt rá halmozzuk. Erről annyit kell tudni, hogy sokan főzik vízben, de nem kell, mert egy cukorszirupot elég csinálni, és azzal leönteni a kis fahéjas diónkat. Akár van egy családi recept, mindig érdemes figyelni, mert lehet, hogy hibás mondjuk a recept, nem írta át a nagyi, mégse kellett bele annyi víz, csak már nem írta meg, fél marék az ugye, mondjuk például nekem is a nagymamámnak fele akkora keze volt, mint nekem. Tehát alapvetően egy jó recept. És egyébként nem olyan, tehát van egy pár trükkje, és hogyha ezt tudjuk, akkor, tehát rémegyszerű például a tészta, az egy pozsonyi tészta, egy alaptésztát, ezt meg lehet keresni a neten, ott annyi a lényeg, hogy hűtsük, minden fázisnál hűtsük, amikor kész van, ezt előtte este is meg lehet csinálni, mert ez egy félig élesztős tészta, de az a lényeg, hogy ne kelljen csak akkor, amikor berakjuk ugye a sütőbe. A másik az a töltelék, ugye sokan vízben főzik fel, az sem kell, mert igazából minél több a víz tartalma a tölteléknek, annál biztosabb, hogy a gőz miatt ugye meg fogja repeszteni. Hiába lukasztjuk ki, azt utána összekeleszti a kis lukat, és ugyanúgy szétreped. Tehát ott pedig egy cukorsziruppal kell dolgozni, és azzal kell ugye a mákot, a diót, vagy amit tölteléknek választunk, leönteni. Tehát ezek a trükkök, a másik az, hogy töltsem meg, hogy forgassam be, hogy egy kis keretet kell hagyni a tésztánál, és akkor megvan ugye a technika, és ugye a hajtott fele van alul, akkor szintén a repedést ugye gátolja, hogy ne repedjen ki, a szurkálás az nagyon fontos, és hogyha szép márványosat szeretnénk, mondjuk ez inkább már csak ugye dekoráció, akkor ne egy teljes tojást verjünk fel, hanem válasszuk ketté a sárgáját és a fehérjét, és először a sárgájával lekenjük, hűtőben megvárjuk, míg teljesen tapintást, tehát bőrszárazra megköt, és utána a fehérjével is lekenjük. A fehérjével minél többet pengedezzük, annál jobban meg fog repedni, annál szebb márványos lesz, utána megszúrjuk, és akkor 180 fokon mehet a sütőbe. Nem kell nagyot csinálni, tehát ez is, hogyha a tésztát úgy adagoljuk ki, elég, ha egy 450 g-os kis beiglik, jobban el is állnak, kevésbé fog ugye szintén repedni, tehát nem azon, hogy egy óriás rudat azzal kell küszködnünk ugye a töltéssel, meg minden mással. Tehát ezeket a trükköket betartva igazából én szerintem nyugodtan mindenki álljon neki egyébként meg. Van erről egy vicc, hogy ugyanolyan finom kanállal is. Tehát egyébként, ha véletlenül kireped, vagy bármi gond van, senki ne essen kétségbe, az ízek jók, akkor megeszi azt szerintem örömmel a család.
Mi a tapasztalat, hogy a klasszikust, mondjuk a diós és a mákos begli, a nyerő még mindig így karácsonykor, vagy azért bebetörnek már a köztudatba a különlegesebb beiglik is? Szerintem most már egyre többször, mert hát ugye mindenkinek más az ízlése, de nem baj. Én szerintem nem baj, ha újítunk klasszikus recepteken, ugye a saját ízlésünk, vagy hát kreativitásunk szerint. Mert hát ugye az a lényeg, hogy amit szeret a család, akkor rakjuk bele azt, nem? Mert ugye fogjon el, mert nem azért sütjük, hogy utána kidobjuk esetleg, vagy nem tudom, ránk száradjon. Úgyhogy nyugodtan lehet újítani, mert hát egy csomóan még megszorják mindenféle asszalványokkal, akkor ugye a gesztenyés beigli is most már nagyon divatos. Úgyhogy nyugodtan kísérletezzünk, nézzünk recepteket, próbáljuk ki, és akkor ami kell otthonra, azt süssük. Új informatikai eszközök érkeztek a Siklósi Táncsics Mihály gimnáziumba csütörtökön. Összesen 90 darab hordozható számítógépet kaptak az intézményben tanuló tizedikesek. Az országos program keretében átadott eszközökkel az oktatás modernizálása, a digitális fejlesztés a cél. Hazánkban 36 milliárd forint értékben 140 ezer notebook kiosztása kezdődött meg a 7. és 10. évfolyamon tanulóknak. Laptopok az asztalon a Siklósi Táncsics Mihály gimnáziumban. Szülők várják, hogy átvessék a gyerekük nevében az eszközt, ami a tanulásban segíti majd a diákokat. Ez az anyuka volt az első, aki megkapta a laptopot. Ez nagyon nagy segítség, köszönjük a lehetőséget, és a gyermek biztos kihasználja. Most 90 ilyen számítógép talált gazdára, tudtuk meg a főigazgatótól. Hatalmas lehetőség. Ez minden gyerek számára. Tudjuk, hogy vannak olyan családok, ahol nyilván van már ilyen eszköz, de el kell mondanom azért, hogy a mi beiskolázási körzetünkben van számtalan olyan család, ahol ez lesz az első eszköz, úgyhogy ez egy hatalmas lehetőség. Több százezer forintos eszközről van szó, szerintem jó használható oktatási célokra. Egy hatalmas dolog Magyarország kormányától, hogy ezt lehetővé tette, és ez már a második ízben történő notebook kiosztás. Most a hetedikesek kapták ezeket a gépeket, legközelebb a kilencedikeseknek szeretnének legalább 70-80 darabot kiosztani. Siklós polgármestere szerint nagyon fontos ez az országos program. Korábban az önkormányzat igyekezett biztosítani a hozzáférést az informatikai eszközökhöz. Mentek a gyerkőcök, akiknek otthon esetleg nem volt ilyen modern eszköz, mentek a közösségi tereinkbe, a könyvtárunkba, és ott vették igénybe ezeket a szolgáltatásokat, vagy ott oldották meg éppen az iskolai feladataikat. Most azt látjuk azért az iskola kezdési támogatással és minden egyébbel a város is tudott egy picit segíteni a szülőknek, és többen egyébként ezeket a támogatásokat eszközvásárlásokra költötték, mert azt látták, hogy a gyerkőc így tud gyorsan és hatékonyan dolgozni, és most hála az Istennek ezt, hát ha fogalmazhatok így, egy picit kivette a kezünkből a kormány, illetve átlépett rajtunk, szintet lépett rajtunk, és egy óriási darabszámú eszköz az, ami most a városba kerül. A terület országgyűlési képviselője szerint ez a program esélyt ad a rosszabb anyagi körülmények között élő diákoknak a felzárkózásra, az esélyegyenlőségre a tanulásban. Az elmúlt időszak bebizonyította azt, hogy Baranya egy apró falvas területe az országnak, és az itt élőknek az anyagi lehetőségei azok korlátozottabbak, mint a magyar átlag. Nagyon fontos a tekintetben a program, hogy most minden évfolyamot el fogunk tudni látni ezekkel a számítástechnikai eszközökkel, és ez a digitális hátrány, amivel most rendelkeznek az itt élők, az most gyakorlatilag le fog csökkenni, és mindenki egyenlő eséllyel fog tudni a tanulásba bekapcsolódni. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom. A notebookokat alanyi jogon bármelyik diák kérheti az iskolákban a programtól. Az eszközök azonban nem a tulajdonokba kerülnek, hanem amíg az adott intézményben tanulnak, addig használhatják. Mikor végeznek, akkor pedig más diákokhoz kerülnek ezek az eszközök. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Közgyűlés. Nehéz helyzetbe kerülhet a Tarka ST Szekszárd. Átadó. Köz- és kerékpárutak újultak meg Tolna vármegyében. Évzáró fogadás. Átadták az év vállalkozója díjat. Kaposmenti társulási ülés. Évvégi zárás.
Szombaton a Dunántúlon folytatódik a szeles időjárás. A Duna vonalától keletre gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Alapvetően napsütés lesz a jellemző, de a nyugati országrészben délelőtt még felhős lehet az ég. Említést érdemlő csapadék nem hullik. Vasárnap és hétfőn általában változóan felhős, napos idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!